Köszöntöm Önöket, a Beszéljünk róla magazint látják. Mint megszokhatták, itt hétről hétre egy-egy aktuális témával foglalkozunk fél órában. A mai téma a magyar szőlő- és bortermelők helyzete. Úgy gondolom, hogy itt a térségben több ezer, de talán nem túlzok, azt mondom, több tízezer ember életét befolyásolja. Hívtam egy vendéget a stúdióba, hiszen egy nagyon összetett rendszerről van szó. Ő Szőke Sándor, elnök, a Duna Borrégió Szőlészek és Borászok Egyesületének elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ami miatt leginkább ráncolódik most nagyon sok szőlő- és bortermelőnek a homloka, az nem más, mint az úgynevezett AKG rendszer, ez az agrárkörnyezet gazdálkodási rendszer. Kérem először segítsen abban, hogy mi laikusok megértsük ezt a rendszert, hogyan épül be egy szőlőtermelő mindennapjaiba. Magyarországon 14 évvel ezelőtt kiírtak egy pályázatot, amit úgy hívtak, hogy AKG, aminek a lényege, hogy olyan tudatos környezetgazdálkodást kell folytatni a szőlőtermesztésben, de ez ki van növény és egyéb ágazatra is téve, de a szőlőtermesztésben, hogy a környezetünk olyan szintet érjen el a környezetgazdálkodásban, amit tulajdonképpen csak a remény, vagy egyáltalán reményt keltő lehet. 12 évig ez nagyon jól működött. 12 évig működött az AKG, az Agrárkörnyezetgazdálkodási Program. Ez egy nagyon összetett, egy nagyon bonyolult, és hát komoly célkitűzés és egy program. Ennek a megvalósítása, ezt nem mindenki tudja vállalni, természetesen ezért pénz is jár, de hozzá kell tenni, ez nem jövedelemkiegészítő, bár tulajdonképpen az. Hiszen olyan program van, amely plusz feladatokat és plusz költséget ró a szőlőtermelőre, hogy mondjak ilyet, hogy a növénytermelő, tehát a szőlőnek a növényvédelme, a maga műtrágyázása, ez egy nagyon költséges és egy viszonylag nagy volumenű feladat, és ennek az régi szereknek a használata, ami vagy annak a régi szereknek a használata, ez bizony környezetet erősen rongálta. Most ezeket a szereket, amiket most lehet kapni, ez természetesen sokkal másabb, a környezetre és az emberre nem akkora veszélyt jelent, ezért környezetgazdálkodás is. Természetesen ez sokkal drágább. Aki ezt elkezdte, ezt a programot, az Európa Unió ez úgy van, hogy ez szinte jogfolytonos. Tehát aki egyszer ezt megnyerte, utána majdnem automatikusan mehet, ezt évenként ellenőrzik, és nagyon szigorú feltételekkel. Csak hogy mondjam, ez a növény termesztésben is így van, de a szőlőben nagyon-nagyon nagy feladat, hiszen nagyon sok a növényvédelem, és ez van, hogy 30-40%-kal is több költséget jelent az AKG szerek. De ezen kívül olyan dolgokat is elő kell teremteni, mint hogy a madaraknak az odúja, a kihelyezése, a különböző gépeknek a olyan szintű technológiai működése, amelyet esetleg, akik nem ellenőrzik, tehát nincs benne az AKG-ben, az még megengedheti magának, hogy egy régi típusú, egy olcsóbb géppel végezze a munkáját. Ide nagyon nagy befektetés kell, anyagi és szellemi befektetés is. Most úgy értelmezhetjük, ugye, hogy 12 éven keresztül mindenki úgy nyugodt lehetett, hogy jön ez a pénz, megkezdte ezt a környezetudatos gazdálkodást és az előírásoknak megfelelő gazdálkodást. Aztán 2015-ben jött a hideg zuhany, hogy nem lesz ilyen pénz. Igen, most az hozzá kell tenni, nem mindenki tudta ezt vállalni. Nem 12-ben, ez tavaly előtt kezdődött, igen, már előre egy évvel ezelőtt mondták, hogy igen, meg fog szűnni az AKG, különböző mendemondák voltak, hogy miért, sajnos tavaly meg is szűnt, oly módon, hogy mindenki azt mondta a felsőbb minisztériumok vezetői, hogy csak egy évre. Hát sajnos ez rosszul jött ki, hiszen egy évre megszűnt, nincs jogfolytonosság. És ennek köszönhető, hogy most 2015-ben, amikor ezt kiírták, 15-ben lehetett pályázni, ebből egy olyan program született, amely egy szakmailag is és politikailag is elhibázott volt az Alföld részéről. Ez azért volt, mert olyan pályázatot írtak ki, ami az Alföldre nem jó, és nem is lehetett tulajdonképpen véghez vinni, és itt ponthatárok voltak. Sokan felteszik a kérdést, hogy azok a szervezetek, szakmai szervezetek, vagy azok a vezetők miért nem reklamáltak, miért nem mentek lobbizni ebbe.
Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, mert a felső vezetők államtitkári szinten, hát mondom még miniszteri szinten is, több államtitkár megerősítette legutóbb Vadkerten egy nagy fórumon, hogy nyugi-nyugi a szőlészek megkapják. Amikor kiírták és azonosultunk a programmal, akkor derült ki, hogy hát olyan szakmai bakik vannak részünkről, amelyeket nem lehet teljesíteni. Például ilyet, hogy a szőlőben olyan feleteket kell teremteni, hogy ezt a mai technológiával nem lehet. Például füvesítés. Az alföldi szőlő... Úgy képzeljek el, bocsánat, csak hogy én egy laikus vagyok. Úgy képzeljem el a szőlőt, amelyet most kollégáim tudnak mutatni. Itt Halas határában vettünk föl jó néhány vágóképet. Most azt látjuk, hogy van a szőlősor, és közte a gazda igyekszik tisztán és rendben tartani a területet. Azon ne legyen gyomb, fű és a többi. Itt akkor elméletileg fűnek kellene lenni? Igen, a sorok között, nem pedig a sorokba. Tehát a soroknál az 50 centi vagy 60 centi helyen, ott természetesen művelni kell, de a olyan helyeken, ahol kötött a talaj, és nehogy Isten lejtős, ott viszont a fű és a gyomok, a hasznos gyomok, azok jók, mert nem viszik el a vizet, tehát az erózió hatása az nem működik. Csak mondtam egyet, de mondhatok olyat is, hogy például az integrált növényvédelemben a nitrát érzékeny területeket, ezt úgy vonták be, hogy kiírták, hogy akinek nitrátos a területe, az 13 pontot kapott. Ugyanis ezek a pontok, vagy ezek a szempontok, ha megvalósítja az ember, azok mind pontokat kapnak. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezeket a olyan jellegű feltételeket adták az alföldön, ami teljesíthetetlen, hiszen az alföldön, főleg a szőlőtermesztésben kevés a nitrátos terület. Vagy a Natura 2000. Ez is egy csomó pontot hozott volna, hát szinte alig van Natura 2000-es szőlőtermesztésben művel terület, ezért nem kaptunk pontot. Vagy olyat például, hogy az ízelt lábúaknak a búvóhelyét ki kellett alakítani, meg volt, hogy milyen a szőlő sarkától, a szőlő területtől hány méterre. Most ez is egy nonsens, hát a szomszédban nem lehet csinálni, sokan úgy hívják, hogy hotel, tehát az ízelt lábúak hotelje, nem lehet megvalósítani. Ez az egyik. Másik pedig, ez a szakmai, én úgy hiszem, hogy politikailag is egy rossz döntés volt, hiszen a szőlő, mint olyan növény, ez közel 70-80 munkanapot, élő munkanapot kíván, tehát a szőlőnek az eltartó képessége is itt az Alföldön igen nagy. Míg most nem akarok példálozódni, de tudjuk, hogy egy 1500-2000 hektáros növény termesztésben mennyi, tehát egy pár, 3-4 fő. Nagyon helyes, hogy ők is megkapták, mert tulajdonképpen az egész felületre kell ez az AKG, ez az integrált növényvédelem, de az, aki ezt régen vitte, ez fölkészült rá anyagilag is, az előbb mondtam, hogy szakmailag, szellemileg, hiszen növényorvosokat kell alkalmazni. Tehát külön szakembereket kell erre, hiszen a növényvédelmet ma már nem lehet végezni. Tanfolyamokat kell elvégezni, különböző végzettség kell ahhoz, hogy valaki ezt tudja tenni. Nem értettük, szaladgáltunk később, hát amikor már ez kitudódott, akkor próbáltunk különböző segítségeket kérni természetesen a minisztérium apparáttól, országgyűlési képviselőktől, de sajnos a KIR program az törvényes, tehát azért ezt most el kell itt mondani, hogy a pályázat az törvényesen lezajlott. Csak ez a pályázat a Alföldön, Bács-Kiskunban 10%-ot nyert a szőlőtermesztésben. 10%-ot. Olyan helyekre került, ahol a szőlőtermesztés hatékony, eredményes, és hát a borászat is természetesen. Például nem akarok, de ahol 1000 forintos a bor, itt is van, de nem általános, de vannak olyan borvidékek, hogy 1000 forint alatt nincs bor, ott természetesen a szőlőtermesztés is, és a borászat is gazdaságos. Nálunk sajnos másképp van. És mondja nekem, meg legyen szíves, hogy mondjuk éves viszonylatban ez mekkora összeg? Egy átlagos területen gazdálkodó szőlész esetében. A múltban ez 150-től, ma már 200 ezer forint, tehát 150 ezer forintot, 150-170. A mostani program szerint 200 ezer forintot is meghaladja. Ez természetesen hektár mindig az euró, ez per hektár, igen, és ez természetesen mindig az euró árfolyamhoz van kötve. Hogy próbálják meg ezt a hiányzó összeget valahogy kigazdálkodni? Mert ez egy sokan katasztrófa. Számítottak rá. Ez egy katasztrófa nagyon sok szőlőtermesztő részéről, hiszen ez biztosította sokszor a nullszardót.
Erre azért kell tudni, van, amikor jó termés van. De a régi gazda is 5 évre tervezett, és azt mondta, hogy 5 éves átlagtermés. Csak egyetlen, hogy most a probléma, hogy nincsenek tartalékok. Régen voltak tartalékok, volt a saját erő, és volt tényleg, régen a kemikáliák sem akkora felhasználással bírtak, nem volt akkora gombabetegségek, nem voltak akkora szelektálott kórokozók, tehát ma már mindenre oda kell figyelni, és óriási költségbe kerül. És ezt most sokan, hát én már érzem, hogy a szőlőtermelőnek nincs pénze, és már jön előlegekért, és ez nagyon nagy baj. Az utolsó 20 év legnagyobb arconcsapása volt a szőlőtermesztők részére, én úgy hiszem, és érthetetlenül áll mindenki ezelőtt, hogy ez hogy történhetett meg. Hogyan tovább? Hát hogyan tovább? Ennélkül nagyon sok szőlőtermelő be fog pucsolni. Most ígéret ugyan van, hogy a jövőben 1-2 év múlva talán azok a régiók, amelyek ilyen drasztikus mértékben kiestek a pályázattól és elestek ettől a formától, talán valami lehetőséget fognak kapni, de természetesen ez mind az unión függ. A jövő most már az, hogy ezt fölépítsék. Minisztérium apparáttól halljuk, hogy igen, rámozdultak és próbálják a megoldást keresni, de ez 1 éven belül nem fog megoldódni. Tehát ez egy megint egy hosszú folyamat. Csak addig mi lesz a szőlőtermelővel, most kérdezem. Itt a térségben mit gondol, hány termelőt érint mindez? Nagyon sok, több ezer, tízezer, és hogy mindenkit hogyan érint, tehát hogy érint, az biztos, de hogy mindenkit hogyan érint, azt nem tudom, hiszen azért a területek, a szőlő fajta szerkezete, meg hát a szaktudás is azért lényegesen befolyásolja, hogy mennyire eredményes, vagy mennyire nem eredményes egy termesztés. Ugye most itt a helyi problémákról beszélhetünk, és a helyi rendszerről. Én emlékszem, amikor az uniós csatlakozás környékén olvasgattam a híreket, akkor olvastam olyan hírt is, hogy a spanyol meg a francia borászok harcoltak egymással, nem engedték be a kamiont, kiöntötték egymás terményét, termékét, akár a bor is ömlött a határállomáson, a kamionoknál is blokkádok voltak. Bejött az uniós piac Magyarországra, amelyre föl kellett készülni itt a helyi termelőknek, és még 10-15 évvel később is azt lehet hallani, hogy az olaszbor mennyi problémát okoz, és ugye egy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, Kiskörösön mentek körbe a helyi szőlészek, borászok, és demonstráltak az olaszbor ellen, mert azt mondták, hogy onnan a mustot behozzák olyan olcsón, hogy ők itt nem tudják előállítani utaztatás nélkül. Mennyire oldódott meg ez a probléma, mennyire csengett le ez a dolog? Részben megoldódott, de egyet azért itt is le kell szögezni. Nem az a probléma, hogy az olasz bor vagy a spanyol bor bejön. Tehát ez nem probléma. Itt a probléma az ár és a minőség. Olyan ár és minőség kategóriában jön be ez a bor, amelyet a magyar szőlőtermelő nem tud kigazdálkodni, ezáltal a bornak a költsége is magasabb, és ez visszaveti a szőlő önköltség, szőlő felvásárlási árát. És ez a probléma. Részben ez megoldódott, a kormány, HNT, a szakmai szervezetek és a kormány hozott egy olyan döntést, amely ez részben fékezi, és megállította, relatíve megállította az olaszbor behozatalát. Természetesen nem szűnt meg, mert azonnal vannak rá reakciók, amelyek megoldják ezt, vagy áthágják ezt a törvénykezést, természetesen úgy, hogy szabályosan. Tehát kitalálják, hogy ezt hogyan lehet másként. Hogy a jövőben ez hogy lesz, hiszen az idén ennek a moratóriumnak, vagy ennek a rendeletnek, törvénykezésnek meg kell, hogy szűnjön, vagy más formában kell, hogy működjön. Ennek a mostani programnak a megszervezése, vagy az egész törvénykezésnek a megszervezése, szervezkedése folyik most, hogy ebből mi lesz, nem tudom, de hogyha jövőben nagy mennyiségű import jön be, ilyen minőségben és ilyen áron, akkor az megint emellett az AKG mellett megint a szőlőtermelés tönkremenetelét hozza, és ezzel nem csak a szőlőtermelés, a borászat, és akkor, ha a szőlőtermelés megszűnik, akkor tulajdonképpen a népesség eltartó képesség is csökken. Itt több mint 20 ezer hektár szőlő van itt ebbe a szűk kis körbe, ahhoz rengeteg emberi kész. Az előbb mondtam, hogy 80 nap per
hektár, ki kell számolni, hogy mennyi élő munka fog innen majd hiányozni, hogyha csak bizonyos mennyiségű szőlőt ott hagynak és fölhagyják a művelést. Tudja, mi az érdekes? Itt a hétvégén némileg már picit tervezgetve ezt a műsort ránéztem az egyik kiskunhalasi áruház bor kínálatára. Hát nagyon sok francia bor, bordói bor, spanyol bor, olasz bor, palackozott, nagyon szép díszes címkés bor van, amelyeken azért ebben az áruházban, vagy ebben a boltban, már látom, hogy úgy megülepedett a por, és elkezdték akciózgatni ezeket a borokat. Aztán vele szemben az egyik ilyen gondolán, vannak magyar borok is, ami Halastól egy 40 kilométerre lévő településen lévő cég palackozgatta. Tehát nekem azt tűnt, hogy túlkínálat van. Nem megy úgy a bor, mint ahogy kellene. Legalábbis ez a bolti kínálat nekem ezt tükrözte. A szakma mit mond erre? Túltermelés van? Van egyáltalán ekkora felvevő piac a bornak? Mert azt látom, mondom, francia, spanyol, olasz mellett sokkal kevesebb magyar bor van egyáltalán egy üzletpolcán. Drasztikusan csökkent a magyar szőlő felülete. 93 000 hektárról 62-3 ezer hektárra csökkent a szőlőfelület. Ha ez olyan minőségben és mennyiségben teremne, mint ahogy ezek az ültetvények fiatalsága és a kondíciója van, akkor átlagban önellátók tudnánk lenni. Igen ám, de sajnos, ahogy mondtam is, hogy 5 éves átlagot kell itt nézni, meg sokszor 7 évest. Van olyan évek és 2 év egymás után, amikor nagyon kevés a termés. Akkor sajnos nem vagyunk önellátóak. És ehhez kellene az import. De nem ilyen az import, hangsúlyozom, hanem jó minőségű, vagy legalábbis a magyar termékkel azonos minőségű, esetleg ár minőségű. Azt, hogy a boltokban mi van, vagy mi nincs, azt kell tudni, hogy mi a fizetőképes kereslet. Azt kell tudni, hogy a legjobb reklám most az olcsó ár. Beszélhetünk marketingről felsőbb szinten, az alsó szinten legjobb reklám az olcsó ár. Ki van téve valami 100 forintért, és valaki oda teszi ugyanazt 80-ért, akkor ezt a 80-at fogják vinni. Csak az a baj, hogy a bor az egy bizalmi termék. És akkor leszedi a polcról, és hazaviszi, akkor azonosul, gondolom én vele, hogy ez nem olyan minőség. Ez az egyik. Másik, lehet, hogy azonosul vele egy nem olyan minőség, de sajnos nem tudja megvenni a drágább, a jobb minőséget, és ez nem csak borban van így, ez így van a tejben is, nagyon sok mindenben a mezőgazdaságban, és hiába mondja az agrár és bármelyik tárca, hogy igen, a magyar agráripar nagyon jó minőséget termel, csak a jó minőség, tehát nincsenek itt tévedések, a jó minőség mellett nincs olcsó ár, tehát a minőséget meg kell fizetni. Azt nem azt mondom, hogy úgy kell megfizetni, hogy ne tudja, tehát olyan árat kell kalkulálni, tudja a fogyasztó megfizetni, de ezekkel az árakkal nem lehet versenyezni. Tehát amik most jönnek, most már nem, a jöttek, tavaly-tavaly előtt, azokkal egyszerűen nem lehetett versenyezni. És erre sajnos még van most is fizetőképes kereslet. Gondolom vannak kutatások, vannak felmérések. Mi az az árfekvés, amit még megad a magyar vásárló egy palackborért? Ha palackról beszélünk, akkor a palacnál most az az 1000 forint vagy 1000 forint alatti. Ez a lélektani határ. Igen. Ezek, amelyek nagyobb mennyiségben fogynak. Nagyon érdekes, mindig beszélünk a prémium kategóriáról. Ez nagyon kell, hiszen ők a lámpásaink. És az a szerencsénk, hogy egyre többet beszélünk erről, hiszen nem csak a borról, hanem egyéb más élelmiszerről is kell, mert olyan élelmiszereket fogyasztunk, iszunk, amely sokszor már kiveri a biztosítékot egy-egy kutatóknál. És megint itt az ár befolyásol. És hogyha mindenki ezt nézi, vagy helyesebben azok nézik, akik nem tudják megvenni, akkor nem azt nézi, hogy egészséges vagy nem, hanem az, hogy a fogyasztásához ez szükséges, vagy nem szükséges. Szükséges, akkor inkább megveszi az olcsót, és nem avval törődik, hogy ez esetleg a szervezetére másképp hat, mint a jobb minőség. Mennyire tud visszaáramolni a pénz akár egy térségi bormarketingre? Itt a térség bortermelői úgy gondolom, hogy akár a különböző borversenyekkel megteremtik azt a légkört, azt az üzenetet, hogy ez a térség, ez a borrégió levetkőzte azt a korábbi 10-15-20 évvel ezelőtti, hát hogy mondjam, rossz hírét, ami volt. Most nagyon jó kinyitni egy újságot, nézni egy tudósítást, hogy igenis itt ilyen zászlós borok készülnek.
Csak van-e rá tőke arra, hogy ezt a bort picit népszerűsíteni? És említette, hogy itt nem biztos, hogy mindenki meg tudja venni azt a kategóriát, de akár külföldre kivinni. Van-e rá lehetőség? Lát-e rajta támogatást? Vannak különböző lehetőségek, támogatások, de azért tudni kell, hogy a marketing ez egy borzasztó költséges vállalkozás. Elmondok egy példát, vizes téma, ásványvizes téma. Egy ismerősöm tulajdonos, aki nagyon nagy tulajdonos, egy folyosó beszélgetésen elmondta, hogy bevezettek egy új terméket, és 400 milliónál még nem mozdult meg, 500-nál kezdett, 500 milliónál kezdett reklám költségként kezdett meg indulni a piac. Hogy mennyit költöttek azóta rá, nem tudom, ez egy országos lefedettségű termék. Óriási pénzek kellenek hozzá. Tehát azok, amiket most erőfeszítéseket teszünk, meg a kormányzat is azért ehhez kellőképpen hozzájárul, még mindig kevés. Nem bírja el ez az ágazat saját magát kitermelni, pedig kellene. Tehát nagyon kellene a marketing, fel kellene világosítani a fogyasztót ezekre a dolgokra, amik jó előbb itt elhangzottak, hogy fogyassza, mit fogyasszunk, hiszen ma a borfogyasztási kultúránk nagyon jó. Köszönhető ez olyan szervezeteknek, civil és szakmai szervezeteknek, akik nagyon szépen bekapcsolódtak ebbe a bor és a gasztronómia hálózatába, és ez egy jó dolog. Mert amellett, hogy az előbb hallottuk, hogy jó cseng, kinyitjuk az újságot, és ez szépen hangzik, amellett azért azt ne felejtjük el, ez az egészségünkért van. Tehát minden, ami itt történik, minden azért van, hogy jobb legyen, jobbat étkezzünk, jobban fogyasszunk, kulturáltabban éljünk. És akkor még nem is beszéltünk az időjárás okozta gondokról. Ma például kétszer volt zivatar, zápor, zivatar itt Halas térségében, ahogy említette, volt jégeső is. Igen, volt jégeső, a záporral jött, szerencsére nem okozott különösebb gondot. A kocsikat egy kicsit verte meg a traktor tetejét. Nagyon érdekes, mert azt szoktam mondani, hogy erre nem jellemző a jégeső a mi vidékünkön. Más vidékünket, más térséget ide 10-20 kilométerre elverte, mostanában jég nem volt. Ma intenzív jég volt, de nem volt veszélyes. Ugye voltak olyan esztendők, amikor pedig akkora jégverés volt, hogy egész ültetvények mentek tönkre. Akkor, ha csak érzékeltetem, valaki elvégez egy munkát, mondjuk egy hónap alatt. Önök ugyanezt a munkát mondjuk 2 év alatt kell, hogy elvégezzék, mire egy ültetvény termőre fordul, és azt rögtön elveri a jég, akkor 4 éves kiesés már garantáltan van. Tehát ez is egy nagy átka a szőlőborágazatnak, hogy borzasztó hosszú időintervallumok kellenek. Jól látom ezt? Tehát ezt meg tervezni igen, nagyon nehéz. Igen, jó, és nem csak a jég, hanem a fagy. Tehát a téli fagy, tavaszi fagy még egy, nálunk egy mumus, és állandóan számolunk, és nézzük, és kint vagyunk, kémleljük az eget, és nézzük a hőmérőt. A téli fagy az nagy gondokat okozhat, és a tavaszi. Hát most is az idén voltak borvidékek, hogy csontá fagytak, magyarul feketére fagytak. Szerencsére mi vidékünkön is volt fagyás, de nem katasztrofális, és mármint Kiskunhalas térségében, de sokan tettek ezért, permeteltek, füstöltek, és meg tudták védeni a területeiket, hiszen én is éjszaka is kint voltam, és hát állandóan a hőmérőket néztük, hogy mikor mit kell tenni. Ennek a rendszere jól működik? Hiszen itt korábban volt a Beszéljünk Róla stúdiójában, akár a falugazdász, vagy akár hegybíró is, aki elmondta, hogy nagyon sok olyan fajta támogatást kap ez az ágazat, amely akár a fagyra, akár a jégverésre tud egy későbbi valami gyors orvoslást nyújtani. A fagyra nem tud. A jégverésre ma már relatíve mondom, hogy igen, van megoldás. Tulajdonképpen ez a környékünkön jól működik. Sajnos Kiskunhalas nem sikerült bevonni ebbe, de most jó úton vagyunk, úgy néz ki, hogy a megyei önkormányzat egy olyan projektet visz véghez, amely országos lenne. Egyelőre csak régiós lefedéssel úgy néz ki, vagy lehet egy kicsit tovább lépnek, aminek a lényege az, hogy egy minden oldalról egy borvidéket, egy régiót meg lehet védeni a jégveréstől. Hogyan működne ez? Ez tulajdonképpen kilövő állomásokkal, és a felhőben eloszlatják a jég kristályokat, és úgy esik le mindegy ilyen zuzmós valami, és nem okoz kárt. Mennyi pénz ez? Ez sok pénz, ezt a termelő nem tudja önmaga, illetve vannak borvidékek, ahol ezt meg tudják oldani.
a mi borvidékünk, vagy Kiskunas biztos nem tudja. Erre van most egy országos projekt, vagy erre szánnák a megyei önkormányzatok azt a rengeteg pályázati pénzt, amit most talán sikerül nekik megszerezni, hogy ebben az egész régiót lefedjék, hiszen nem csak szőlőről van szó, a paradicsomról, a paprikáról, a gyümölcsről, és sok egyéb kultúrál, még a vetésről is, mert hogy van, hogy úgy elveri a jég, hogy utána nem tudjuk. Ha kutatok az emlékeimben, úgy gondolom, hogy volt is ilyen helyszíni bejárás a Vajdaságban, ahol ez a rendszer már nagyon jól működik. Tehát akkor megvan a reális esély, hogy azok a tapasztalatok alapján itt is megterveződjön és kiviteleződjön ez? Igen, nagyon jól működik. Nagyon jól működik szomszédos Szerbiával. Hogy aztán ebből reméljük, hogy lesz, hogy ebből mi lesz és mikor, ez csak reményt hozza. Én úgy gondolom, hogy egy-két éven belül ez megoldódik. Bízunk benne, hogy egy-két év alatt megoldódik az AKG rendszer. Igen. Is. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy elmondta ezt. Hát az eleje kicsit szomorúbb volt, de aztán nem szabad feladni, mert bizakodni kell. Igen. Bízunk a legjobbakba. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten is, tudják, szerdán este 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!